Az ősi horvát Brinjei nemzetség sarja Franjo Vlasic katonaként a napóleoni háborúban szerzett érdemeket, melyekért Mária Terézia lovagkereszttel tüntette ki. Előbb vezérezredesi, majd tábornoki rendfokozatot kapott. 1832-ben Horvátország és Szlavónia bánya lett. Egy évvel később nevezték ki erdélyi polgári és katonai biztossá. Ebben a minőségében támogatta az erdélyi ellenzéki arisztokrácia alkotmányos törekvéseit. A dombóvári horvát nemzetiségi önkormányzat a település híres szülötte Franjo Vlasic bán születésének 257. évfordulójára szervezett megemlékezést és koszorúzást a Vlasic udvarban. Kiváló katona, példás életű államférfi. És ilyenkor mindig érzelmeket terítődök, hiszen gondolom, hogy mai napig, és talán sosem mind napjainkban államférfiakra lenne szükség, hiszen ez a szó meg van töltve tartalommal, és korszakos alakokat illetünk ezzel. Szerintem politikus szele, Facebook huszár elég van, korszakos emberek lenne szükség. Biztatom a fiatalokat, hogy higgyék el, hogy mindegyünkben van egy korszem Franjo Vlasicból, találjuk meg, és azt a génünket próbáljuk erősíteni, és ez a világ jobbra fog fordulni. A megemlékezés Dombóvár várossá válásának 53. évfordulójához kapcsolódik. Hát az egyetlen első célunk igazából az volt, miután megalakultunk és a harmadik ciklus csináljuk, hogy Dombóvár egyik legnagyobb szülöttjének, aki egyébként horvát származású, de hogyan elhangzott az ünnepségen tartotta nyilván egész életében a magyarságát is. Őneki emléket állítsunk, és gyakorlatilag a ciklusokon keresztül azért dolgoztunk, hogy ez az emlékei megvalósíthasson, és bizonyítja azt a történelmi közös 860 hány éves együttélést, ami mindkét szép nálára a bizonyos feszültségek mellett, hiszen még egy házasságban is van, igazából pozitívnak tekinthető, és a legjobb éveket tulajdonképpen a maguk tragikus időszakait, például a török korszakot is nézve nagyon szépen sikerültek, és igazán csak pozitívumot lehet visszatekintve mondani, és ennek akartunk Vlasic bán személyen keresztül emléket állítani. Gugán Iván, az országos horvát önkormányzat elnöke beszédében kiemelte, Vlasic bán mind a horvát, mind pedig a magyar történelem fontos alakja volt. Az ő kezdeményezésükre lett ez a szobor, és ez az udvar elnevezve horvát bánról, és azt gondolom, hogy őneki szimbolikus jelentősége volt, mert a horvát és a magyar történelemnek fontos alakja volt, de mégis azt gondolom, hogy a szimbolikus abban az értelemben, hogy összeköti a két népet. A köz 2014 óta viseli a dombóvári születésű horvát nemzetiségű politikus nevét.